Legnagyobb, sőt egyre növekvő létszámú nagyvadunk az őz, százezres nagyságrendben élnek hazánkban ezek az állatok. Ez köszönhető annak is, hogy egyre inkább alkalmazkodnak az élőhelyhez. Július végén, illetve augusztusban azonban sűrűbben találkozhatunk velük az utakon. Ilyenkor van ugyanis a párzási időszakuk, ami nappal is aktív mozgással párosul. Szinte bárhol felbukkanhatnak hirtelen, de főleg ott, ahol bokrok, fák övezik az utat. Mivel ilyenkor figyelmetlenek és kiszámíthatatlanok az őzek, az autósoknak nem árt óvatosnak lenniük. Mindig figyeljük az utat, tehát tudatosan vezessünk, alkalmazkodjunk az út és látási viszonyokhoz. Ez alatt azt értem, hogy ha egy vadveszélyre figyelmeztető táblával találkozunk, akkor tudatosuljon bennünk, hogy ott vadra is számíthatunk, tehát a sebességünket lehetőleg lassítsuk. Lakóterületen kívül mindig használjunk távolsági fényszórót. Nagyobb területet világít be, nagyobb útszakaszt tudunk észlelni, figyeljük mindig az útszélét. Azonban, hogyha álló vaddal találkozunk, akkor minden esetben lassítsunk, vagy álljunk meg, a távolsági fényszórót kapcsoljuk le, és ha kell, akkor adjunk hangjelzést is arra, hogy a vad áthaladjon az úton. Mindig kapcsoljuk be a biztonsági övet, ezekben az esetekben is védelmet nyújthat. Ha azonban mégis megtörténik a baj, azonnal szóljunk a rendőrségnek. Túlnyomó többségében egyébként a vadállat sérül meg, és a gépkocsiban kár keletkezik. A balesetek azonban személyi sérüléssel vagy akár tragédiával is végződhetnek. A vadelőtések miatt egy rendszer is működésbe lépett Medjingben idén tavasszal. A vadászkamara, a kormányhivatal és a rendőrség hívta ezt életre. Gyakorlatilag pontosan erre az esetre találtuk ki. Ha betelefonál bárki a rendőrségre, ugye a központi ügyeletre egy vad és gépjármű ütközésnél, ott a rendőrségnek pillanatok alatt kézben van az, hogy melyik vadászat a jogosulthoz, melyik vadásztársasághoz tartozik a terület, és azon túl, hogy a járőr kimegy, ők értesítik azonnal a hivatásos vadászt, aki nyilván egy rövid időn belül kimegy a helyszínre, és onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen szabályosan ott lefolytatja azt az eljárást, amit ilyen esetben kell. Tehát igazából az autósnak nem kell gondolkozni, mit is kellene tennem, mert lesz ott olyan szakember, aki pontosan megmondja, felméri és a továbbiakról tájékoztatja. Fontos tudni, hogy elvinni nem lehet a helyszínről az akár milliós értékű elütött állatot, ez ugyanis lopásnak minősül. Leggyakrabban egyébként ezekkel a nagyvadakkal ütköznek az autósok. Ugyanakkor nem csak ők, hanem az erdőkben kirándulók is láthatnak őzeket, de rájuk nem jelentenek veszélyt, ha békén hagyják őket.